korábban ugye állt itten egy ilyen vádótelemszerű, az ott azt elbontották, azt mondták, hogy lesz új, de igazából semmi nem történt. Én szerintem a legminimalizáltabb egy eső álló akármi, mint a helyi busz váróknál esetleg legalább egy olyasmire szükség volna itten esetleg. Nincs váróterem, igazából itt kell a szabad ég alatt a vonatot megvárni. Okoz-e kényelmetlenséget ez önöknek? Hát természetesen okoz, mert ugye nem tudunk leülni csak ezekre a padokra, de ha esik az eső, akkor ugye nem tudunk, nincs fedett rész felettünk, és ez nagy problémát okoz itt úgy az utasoknak, úgy akik alpáról utaznak mondjuk vidékre. Kulturális utazási lehetőség megszűnt. Nincs kulturált utazási lehetőség az embereknek, ez nagyon problémás. Nincs egy illemhely, ahol elmenjen utazáskor, vagy valami. Nincs, ahova kulturáltan leüljön, vagy egy váróterem nincs, ami hát védeni az utazást az eső, időjárás, még stb. Ellen. Számtalan szó eláztam egyébként. Azért jó volna valahova bebújni, de hát sajnos ez ilyen. Többen úgy oldják meg, hogy itt a mellettünk lévő kis kocsmába húzódnak be addig, ameddig megérkezik. Az önök fejében megfordult-e már ez? Hát nem, mi nem megyünk be oda. Esetleg a fa alá, ahol ugye nem esik úgy az eső, és esetleg azt alá bújunk, de nem. Hát inkább ide állnak a legtöbbjük, de szoktak oda a kocsmának a erre szaladti részéhez is állni. A mosdó kérdés az szintén gondolom itt a kocsmában szokott megoldódni. Kocsmába szoktak menni, és állítólag fizetős lett már, amikor ilyen 200 forint, de szerintem ez is idegesíti őket. Mivel indokolták egyébként, hogy lebontják ezt az épületet? Fogalmam sincs róla, úgyhogy ez meglepett. Mint a többi embereket meglepte a faluba, hogy egy majdnem új épületet, egy nem régen felépített épületet lebontják. Nem, hogy felújították volna, hanem lebontották. Ez azt hiszem, hogy nagyon, az alpári lakosságnak nagyon nagy százalékát meglepte. Nem tudok véleményt hozzáfűzni. Nagyon sajnálja az ember, hogy hát ilyen épületeket tönkre tesznek, nem, hogy rendbe tennék. A gyerekeknek se jobb, mert ugye ők is reggel utaznak ugye korán, 6:51-esre, de hát tehát szakad az eső, ilyenkor nem nagyon jó, és akkor átáznak a gyerekek, tehát nem igazán jó. És hogyha jól tudom, akkor már egy éve ez a helyzet áll fönt, hogy nincs váró, és főleg ilyenkor télen nagyon-nagyon kellemetlen, gondolom, itt kint várakozni. Eddig volt, tehát ez nagyon megoldható volt, hogy betudott az ember oda húzózkodni, de most nem volna baj, ha lenne. Tehát gondolom azért törekszenek arra az önkormányzat is, vagy én nem tudom ki ezt tartozik, hogy minél előbb legyen. 2-3 gyerekkel utazó hölgy, aki édesanya, elvinni a gyerekét, annak pisíni kellene, kakíni, vagy éppenséggel bármit, nem tud elmenni. Hova menjen el? Ez nagyon nagy probléma.